Sajnos minden ember életében eljön ez a pillanat, a vég, a nincs tovább, és ez az a szomorú esemény, ami leginkább a hozzátartozókat érinti utána. Az ügyintézés, a szervezkedés, nagyon sokan ezzel nincsenek tisztában. Ugye ha nézik a Tiszavasvári Városi Televíziót, illetve olvassák a helyi újságot, akkor tudhatják, hogy 2016. január 1-től Tiszavasvári Város temetkezésében változás történik. Most azért vagyunk itt Szabó Andrásnál, aki jelen pillanatban, mint a Tivaszol Kft. Ügyvezetője, hogy ezt teljes egészében kibeszéljük, mindenféle mendemondákat elhesegessünk, és tényleg azokat a fontos dolgokat próbálja meg önökkel közölni, ami tényleg ilyen esetben azt hiszem talán a legfontosabb. Köszöntelek, András, azt hiszem térjünk is rá a tárgyra, hiszen elég hosszadalmas. Tehát első körben úgy volt, hogy a Tiszavasvári köztemető üzemeltetést itt kapja meg a Tivaszol Kft. Szeretettel üdvözlöm a kedves tévénézőket és Benedeket is. Való igaz, tehát még egy nagyon picit visszakanyulva, a jelenlegi híradásokban úgy szerepel, hogy a Tiszavasvári Városi Kincstár fogja üzemeltetni a Tiszavasvári köztemetőt. Ez egy korábbi képviselőtestületi döntés alapján került meghirdetésre, és ugye belekerültek például a Tiszavasvári Hírmondóba is, csak ezt követően 17-én, december 17-én csütörtökön a Tiszavasvári Város képviselőtestülete megváltoztatta a döntését, amely alapján nem a Városi Kincstár, hanem a Tivaszol Nonprofit Kft. Fogja üzemeltetni ezek után a temetőt. Nagyon fontos az üzemeltetés szónak a használata, ugyanis a temető üzemeltetés és temetkezéssel kapcsolatos törvény és kormányrendeletek, és ugye itt is nem tudok miről beszélni, csak jogszabályokról, tehát gyakorlatilag elválasztja ezt a két fogalmat. Van ugye maga a temető üzemeltetése, amelynek ugye a legfontosabb feladatai közé tartozik a ravatalozónak az üzemeltetése, a ravatalozóban található hűtőnek az üzemeltetése, illetve a temetkezési sírhelyeknek az értékesítése, temetőben lévő hulladékok összegyűjtése, a víznek a biztosítása, tehát az összes közszolgáltatás, gyakorlatilag ez tartozik a temető üzemeltetés körébe. Ettől választva van ugye maga a temetkezési szolgáltatás, és a szolgáltatásba tartoznak bele ugye az elhunytatnak az elszállítása, maga a temetkezési műveletnek a végrehajtása, tehát a ravatalozás, a sírgödörbe leengedés gyakorlatilag. Ügyintézés, gondolom. Persze, természetesen maga az ezzel kapcsolatos ügyfélszolgálat megtartása. Egyébként a temető üzemeltetésével kapcsolatosan is szükséges ügyfélszolgálat megtartása. Tehát gyakorlatilag most egy olyan helyzet fog állni 2016. január 1-ével, hogy a cégünk fogja a temető üzemeltetését végezni, és a temetkezési szolgáltatást pedig ugye jelenleg szabadon választható temetkezési szolgáltatók végezhetik, tehát a hozzátartozók az ezzel kapcsolatos ügyintézés során akár az elhunytak elszállításánál szabadon választható temetkezési szolgáltatóval kötnek úgymond egy megállapodást, illetve végeztetik el ezeket a feladatokat. Nyilván ugye azért itt nem titok meg, azért ez egy kicsi város, itt azért egy olyan temetkezési szolgáltató volt, illetve van, bocsánat, működik, aki ugye végzi ezeket a tevékenységeket, nevén nevez ugye a Lipai Kft. Gyakorlatilag az elhunytak elszállítását, tehát onnantól kezdve január 1 után is az elhunytak elszállítását, illetve a temetői eszközöknek a megvásárlását, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézéseket ugyanúgy vagy a Lipai Kft.-be, vagy pedig egy szabadon választott szolgáltatóval végeztethetik el a hozzátartozók, maga pedig a temetőben kapcsolatos előbb felsorolt feladatokat pedig a Tivaszol Nonprofit Kft. Ügyfélszolgáltán. Nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy nem akarunk úgymond egy kisebb botrány kelteni azzal, hogy most itt január 1-ével megváltoztatjuk az életet, és akkor most nem fogja tudni senki se, hogy hova menjen ezen után ügyet intézni. Éppen ezért a jelenlegi szolgáltatóval, a Lipai Kft.-vel egy szoros együttműködés kialakítva, mivel hogy hozzánk tartozik, a temetőhöz tartozik az az épület, ahol eddig is a hozzátartozók intézhették a temetkezéssel kapcsolatos feladatokat, ez a Vörösmári úton lévő
temető kapun mellett lévő épület továbbra is ugyanezen a helyszínen, egy helységben végezhető el gyakorlatilag mindenfajta ügyintézés, tehát a temetővel kapcsolatos ügyeknek az intézése, illetve a szolgáltatással kapcsolatos ügyeknek is az intézése. Tehát nem kell attól megijedni, hogy most én nem tudom, hogy hova menjek, most akkor mit, hova, hol tudok elintézni, nem egy helyen bejön, ugyanúgy ott maradt a bemutatóterem is, tehát az eszközökre vonatkozó bemutatóterem is, mindent egy helyen továbbra el tud intézni. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy addig még a Tivaszó Kft. El nem kezdi a szolgáltatási részt, tehát amit felsoroltál itt a mindenféle ügyintézést és tevékenységét az elhunytal kapcsolatosan, addig ti szorosan a Lipai Kft.-vel csináltok. Vagyis a hozzátartozóknak semmi dolga nincs, addig ugyanazt a telefonszámot hívhatják, amit eddig, ugyanúgy kimehetnek az irodaépületbe, és ugyanúgy intézhetik ott egy helybe mindazt, amit eddig, és ahogy eddig. Így van. Gyakorlatilag igen, tehát erről is akartam egy pár szót mondani, ugyanis január elején terveink szerint benyújtjuk az szolgáltatás végzésére vonatkozó engedélykéremünket. Ez azért fontos, mert a temetkezési szolgáltatás kizárólag erre vonatkozó engedéllyel rendelkező szolgáltató cégek végezhetnek, éppen ezért a Tivaszó Kft. Ezt az engedélyt bekívánja szerezni. Ez az engedély beszerzését követően pedig a temetkezési szolgáltatásban is szeretnénk részt venni. A jelenlegi tárgyalások alapján ez, és ezt a képviselőtestületülésen is elmondtam, a jelenlegi szolgáltatóval való kapcsolat tunkból fakadóan is, illetve a tervek alapján is átvennénk gyakorlatilag a Lipai Kft.-től ezt a szolgáltatási tevékenység végzését, tehát onnantól kezdve egy lesz, tehát a Tivaszó Nonprofit Kft., aki Tiszavasmáriban szó szerint ától az ég az elhunyt elszállítástól a temetés megtartásaig mindent el fog végezni. Ehhez természetesen szükséges lesz az ott dolgozó szakemberekre, mind a temetés felvételnél, mind pedig a temetkezés ellátásánál, mind az elhunytak elszállításánál. Tehát meg szeretnék azért nyugtatni mindenkit, hogy nem az volt itt a cél, hogy most itt új embereket idehozzunk, és akkor ismeretlenül hibát hibára halmozva végezzék ezt a tevékenységet. Úgy gondolom, ezt nem is lehet, mert ez akkora tapasztalat kell, hogy azért itt nem lehet azért a hozzátartozóknak a idézőesen az idegrendszerével játszadozni, hogy egy-két hiba belecsúszhat, ezt nem lehet hibával végezni. Ezért a fő cél az volt, hogy ebben tapasztalat emberekkel, dolgozókkal dolgozunk. Itt azért 5-10-15-20 éves szakmai tapasztalatokról beszélünk, tehát azt gondolom, hogy mindenki idézőesen megnyugodta természetesen abban, hogy nem kell attól félni, hogy na most egy új cég, és akkor mi fog történni. Én azt gondolom, semmi. Mert nem akarunk változtatni, max javítani, de nem akarunk olyan dologban változtatni, ami eddig jól működött. Az eszközök ugyanazok lesznek, a dolgozók ugyanazok lesznek, effektív a cég változik, aki üzemeltet ezt az egészet. Továbbra is egy helyen fog történni, tehát hogyha szolgáltatási engedélyt megkapjuk, én reményeim szerint ez januárban meg fog történni. Nyilván erről majd folyamatosan fogjuk a város lakosságát tájékoztatni, hogy hogyan állunk az engedélybeszerzéssel. Tehát ezt követően is egy helyszínen fog minden történni, tehát ugyanott lesz a temetkezés felvétel, abban a helyiségben, ugye most is történik, ugyanott lesz a bemutatóterem is, tehát semmiben nem kell úgymond megváltozni. Esetleg, ha változhat, akkor az az ezzel kapcsolatos telefonszám. Erre vonatkozóan természetesen meg fogjuk hirdetni azokat az elérhetőségeket, ami például az elhunytak elszállításakor hívható telefonszáma a cégünk részéről. Jelenleg egy, tehát ami január 1-ével, ugye, hogy külön lesz az üzemeltetés és a szolgáltatás, tehát egy helyszínen, egyedül a temetői ügyintézéssel kapcsolatos telefonszám fog megváltozni, tehát ugye ilyenkor óhatatlan, hogy más cég ugye más telefonszámokat alkalmaz, más szolgáltatónál van, tehát itt nehezebb most egy telefonszám átvételével kapcsolatos időhúzásba belemenni. Erre vonatkozóan hamarosan minden ingatlantól, vagy bocsánat, nem ingatlantól, hanem városlakó gyakorlatilag fog kapni egy tájékoztatást, amilyen formában csak lehet, hogy melyek azok a telefonszámok, amelyek elérhetőek jelenleg az üzemeltetéssel kapcsolatosan, illetve a temetkezési helyekkel kapcsolatosan. Nem változik az ügyfélszolgált ideje sem.
gyakorlatilag, tehát délelőtt 8 órától, vagy reggel 8 órától délután 4 óráig, ugyanúgy lehet az ezzel kapcsolatos ügyintézést végezni. Én azt gondolom, hogy tehát nem kell megijedni ettől a változástól. Úgy gondolom, természetesen lesz ügyeletes, akit sajnálatos elhunyt szállításkor értesíteni kell. A nyitvatartás időn túlra gondolok. Tehát természetes, hogy a szolgáltató, tehát a jelenlegi szolgáltató ugyanúgy addig végzi a szolgáltatást, ameddig cégünkben nem szerzi az erre vonatkozó engedélyt. Tehát ezért mondtam, hogy változás nem lesz ugyanazon a telefonszámon, amit eddig hívtak, akár a hozzátartozók, akár pedig ugye valamikor a házi orvos hívja ki a... ezt a tevékenységet végző vállalkozást, most így akartam mondani. Tehát gyakorlatilag ezek a telefonszámok addig, ameddig mi nem jelzünk a városlakossága részére, hogy ez ebben esetleg változásában, addig ezek változatlanok. Ugyanazok az emberek fognak kimenni, ugyanúgy történik. Mondom itt, ha engedélybeszerzésre kerül, ami változást esetleg érezhetnek a városlakók, szó szerint az ezzel kapcsolatos telefonszám. Azon kívül azt gondolom, hogy semmi, de lehet az is, hogy megpróbáljuk úgy megoldani, hogy még a telefonszám se változzon. Tehát lesz egy kis időnk, egy hónapunk, hogy ezt megoldjuk, de ezek technikai kérdések, tehát nem gondolom, hogy ez lesz most a legfontosabb, hogy milyen telefonszám. Reméljük, én azt kívánom mindenkinek, hogy minél kevesebbet kérne ez a telefonszámmal találkozni. Van-e még esetleg olyan, amit szeretnél elmondani, és nem beszéltünk róla? Én azt gondolom, hogy egyelőre nincsen, nagyon sok rétű ez a tevékenység, nagyon sokat fogunk róla beszélni. Vannak terveink az üzemeltetéssel kapcsolatos, illetve a ravatalozóval kapcsolatos kisebb mértékű javításokra, átalakításokra. Ezeket terveink szerint elkezdjük már januárban azokat, amelyeket az időjárás függvényében lehet végezni. Tehát nyilván nem tudunk egy festést, vagy egy tatarozást, vagy bármit végezni, azért tél kellős közepén vagyunk, azt ne felejtsük. Megpróbálunk technikai eszközökben a temetés felvétel irodát, ugye az most már a mi üzemeltetésünkben fog állni, tehát ott egy kicsit javítani és megpróbálni, hogy a hozzátartozók is esetleg minél jobb környezetben tudjanak azért ezzel a kapcsolatos ügyintézésekkel foglalkozni. Mindenről folyamatosan tájékoztatni fog mindenkit. Azért mondtam, itt nem tudjuk csillagot lehozni az égről, tehát a tél közepén vagyunk, de folyamatosan megpróbálunk, amit csak lehet javítani. Köszönöm szépen, tehát még utoljára összegezzük. Január 1-e után is, ha netán bekövetkezik a sajnálatos esemény a családban, ugyanazon a helyen, most még ugyanazon a telefonszámon lehet bejelenteni, illetve az ügyintézést végezni. Természetesen a továbbiakról akkor a Tivaszó Kft. Tájékoztatja a lakosságot. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen.